Izzad a tenyér, dogos kéz az, ami valamit elér. Alulról kezd, amit felépítenél. Ha nemes a cél, legyél nemes a cél. A hét lehet szerte szét, nem téríthette szembe szét. Szabad a fej, meg szakadom el. Felejték nyomja a szavakat el. Tudod, hogy milyen az, amikor nincs. Tanulj meg embernek maradni is. Terhek putonya a szemed alatt. Hozza ki belőled a fenevadat. Nemek között ígére. Hűt adok le, levegőt kérek. Van ez az álmom, veletek élem. Két oldalával, ilyen az érem. Ami ma vár rám, azt elérem. A mozgás a vitamin, termelődik a dopamin. Ma munka van a vita gics, a kényelem gyilkol bármit ad is. Nekem a rajt van a holták, fosom az ellenfelem, hova sorolták. Csondaként adta, hogy a csordák, egy kép a nevet hasogják. A szögről leakasztatod az időt. Húzd meg, forr, mint a láva. Várod a végét, kimarad állva. A napi felkészülés hoz lázban. Még mégsem lehet soha igazán kész. Fájdalom, szédülés, ami veled jár kéz a kéz. Amíg az elemek benne túl hevít a nyugalom, a háború valóság. A harcot uralom, ahol az egyik eszi, a másik isza meg a felé. Mint a derűre borul, csak visszafelé. Csapat mindent oda tesz, tömegek üvöltenek, yes, yes, e napon, ezen az etapon, ha ebben állsz, és a célod az, ami közel így felé. Wolfit és Messit kapcsoljuk Zoomon keresztül. Sziasztok, srácok! Köszöntelek sok szeretettel benneteket. Szép estét! Hát nem nehéz kitalálni, hogy a tokiói olimpia ihlette ezt a dalt. Elképesztően menő lett a dalszöveg is, meg a zenei világ is nagyon klassz lett, úgyhogy ezúton is gratulálunk hozzá. Milyen párhuzamokat véltetek felfedezni a két világban, mert szerintem nagyon sok van ugye az alázat, kitartás, de nagyon kíváncsi vagyok, Wolfi, például, hogy te mit gondolsz erről? Hát kérlek szépen, fel lett dobva nekünk a labda, amikor ugye elkezdtünk a sportról írni, és az a szerencse, hogy ugyebár a három csikos márkával már nagyon régi, szoros barátságot ápolunk, és ezt a dalt ezt kiválasztották, hogy ez legyen a tokiói olimpiának az ilyen unofficial három csíkos verziója, mert ugye a tavalyi évben már megjelent egy dal Diázzal, Furacsével és Szakács Gerivel, de az pedig a Magyar Olimpiai Bizottság kérésére. Ezért kicsit érdekes a szituáció, és ugyebár közülünk egy viszonylag nagy létszámos csapat vagyunk, és a Messi az egyetlen, aki úgy igazából rendszeresen sportol. Én a videoklip felvétel után kezdtem el sportolni, és hát sajnálom, hogy kimaradt ennyi idő. A párhuzam az mindenképpen az annyi, hogy főleg, hogyha olimpiáról van szó, akkor az olimpikonoknak az élete az 100%-ban csak is kizárólag a sportról szól. Rengeteg alázatról szól, rengeteget kell dolgozni, és folyamatosan szinte csőlátással csak és kizárólag a kitartás az, ami el tudja őket vinni olimpiára, éppen Tokióban, vagy ahol éppen van. És nekünk meg egy olyan szöveget kellett írni, ami azért áthallásosan a sporttal is kapcsolatos, de hogy azért azzal is, amit mit csinálunk. És ugyebár pont az elmúlt másfél év azért a zenészek szempontjából is így iszonyatosan nagy kitartást igényel. Messi, és mondhatjuk, hogy tulajdonképpen egy ilyen gyerekkori álmotok valósult meg, hogy nagykövetként írhattatok egy ilyen dalszöveget, szerezhettetek egy ilyen dalt egy ilyen rangos sporteseményhez? Részemről mindenképpen, mert annyi minden akartam lenni az életben, az egyik a hivatásos sportoló volt, mert hát ettől nagyon-nagyon messzire kerültem, bár elég sokáig elég jól fotballoztam, és lépegettem is a ranglétrán, de nem tudtam elkerülni a végzetemet, miszerint egy zenész, egy több generációs zenész családban születtem, és hát ennyi. Belekerültem a zenei világba, és én rendszeresen sportolok, az azt jelenti, hogy mondjuk heti 2-3-szor körbefutom egyszer a Margit-szigetet, illetve a magyar művész válogatottal fotballozom, ami egy igen megtisztelő és igen nemes és egy igen szórakoztató feladat. Továbbá rendszeresen követem a sporteseményeket, mint a labdarúgásban, mint a világversenyekben.
EB-k, VB-k, olimpiák, olimpiát az elég régóta, és szerintem valahol visszakaptam most ebben a dalban ezt az egész hiány érzetemet. Beszéljünk egy picit a dal stílusáról, olvasgattam egyébként a kommentet a videó megosztó oldalon a klippetek alatt, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyetértek a kommentelők többségével, hogy egy picit nekem is úgy tűnik, mintha visszanyúltatok volna a régi Punani Massive stílushoz, ez igaz, Wolfi? Én nem tudom, hogy ez igazából mit jelent, hogy visszanyúlunk a régi stílushoz, vagy nem nyúlunk vissza, mert hegedű szóló nincsen benne, nincsenek benne népdalra hajazó semmilyen utalások. Igazából az, hogy én ezeken általában nevetni szoktam, mert a hallgatóknak van egyfajta bizonyos elvárása, hogy milyen legyen, amit ők gondolnak Punani Massive-nak. Mi az elmúlt időszakban a karantén alatt körülbelül 30 dalon dolgoztunk és dolgozunk jelen pillanatban is. Nagyon kíváncsian várom, hogy majd ahogy kijönnek szépen lassan sorjában a dalok, majd mit fognak mondani a hallgatók, nyilvánvalóan azt, hogy ez már nem a régi stílus, ez az úst. Szóval ez egy kicsit olyan, hogy mi egy folyó vagyunk, ami mindig máshova vezet, úgyhogy ugyanoda nem lépünk. Régi stílus, nem tudom, a lényeg az, hogy szeressék az emberek, meg reméljük, hogy a szövegünkkel és a zenével át tudtuk adni azt az érzést, ami az olimpia köré csoportos. Én egyébként nagyon csípem bennetek ezt a patetikus vonalat is, amikor olyan világmegváltó gondolatokkal rakjátok teli gyakorlatilag ugye az egyes dalokat. Az új albumról egy kicsit tudtok mesélni, hogy mennyire várhatunk hasonló stílust, akár mondjuk dinamikájában ehhez a dalhoz, vagy szövegben? Messzi? És tőle hozzám a kérdés, vagy Wolfi az? Hát beszélj, te is, meg én is majd. Most neked dobom a labdát. Hát. Akkor. De mondom, elég eklektikus, mint ahogy a zenekar műfaj meghatározása is elég széles körű. De azt tudom mondani, hogy a készülő, vagy már majdnem elkészült új lemez, ami tényleg annyi számon dolgoztuk, hogy akár dupla lemezként is lehetne apostrofálni, rengeteg fajta stílust vonultat fel, stílus jegyet. Úgyhogy ez egy olyan, ami valószínűleg azt váltja ki majd a hallgatóságból, hogy na jól van, a srácok egy kicsit beúztak a kéziféket, olyan, mintha eltűntek volna, olyan, mintha megszűntek volna, de rengeteg csemegézni és szemezgetni való lesz itt az elkövetkező időszakban. És minden egyes dal. Annyira várom, bocsánat, hogy tényleg egy koncerten hallgathassuk ezt meg. Wolfi, nem tudom, hogy esetleg lehet arról már beszámolni, hogy a közeljövőben tudtok konkrétumot, amire úgy nagyon készültök, nagyon próbáltok? Igen, bár azért a helyzet az napról napra változik, de szerencsére most már van fény az alagút végén. A Budapest Parkban leszünk több ízben is, megyünk Pécsre, Pápára, Veszprémre, most már azért szépen a bookingok elindulgattak, és még hogy egy picit visszautaljak még az előző kérdésre, nem csak egy lemezzel szeretnénk kijönni idén, hanem lesz még egy lemez is, az mondjuk lehet, hogy már átcsúszik majd a következő évre, ugyanis egy szimfonikus lemezünk is fog készülni, úgyhogy csendben voltunk eddig, de nem azért, mert nincs mit mondanunk. Várunk majd vissza titeket a lemezekkel, az új alkotásokkal. Nagyon szépen köszönöm, Wolfi és Messzi, hogy beszélgethettünk még így a kibertérben Zoomon keresztül is, és azt gondolom, hogy elképesztően nagy motivációt adtatok ezzel a Tokió című dalotokkal, mind a szurkolóknak, és természetesen ugye a sportolóknak, a magyar sportolóknak, úgyhogy köszönjük mindenki nevében. Köszönjük, hajrá magyarok! Mi köszönjük, sziasztok!